Mi ez a fejeden? Itt a paci. Két paci. Mi van ilyen bigyó a fejeden, mucu? Ott a tengerpart. Megyünk Portland Islandre. Vesem, már itt vagyunk. Ez a Portland, ez körülbelül 20-szoros a Margit szigetnek. És van hegye, saját hegye van a szigetnek, ahol most éppen igyekszem fölfele. Jó idő van. Egy 20-as. Olyan 20 fok. Lazán, érted? Rövid nadrág. Fölbaszom a napszemüveget, kemény vagyok. Többig nyomom a gázt, talppal. Hát ez a sirály az lassan repül. Fújja vissza a szél. Hát igen, ott a háttérben egy másik ilyen félsziget, és hát ilyen igen, ilyen félszigetszerű nyúlvány magából, a kontinensből kinyújtja karját a tenger felé. Sok a lótrágya, a zsír. Láttam disznót, tyúkot, kacsát. Sőjünk a világító toronyhoz. Csodaszép tenger, halászbárka, ott is vannak lovak, megsimogatjuk őket. Oh. És nem fúj a szél. Ott a világító torony, baszki, az keci messze van. Megint lejárom a lábamat, bazd meg. Nagy legelő puszták mindenfelé. Portland lakossága, hogy durván, nem tudom, szerintem egy olyan 10 000 fő körülbelül, de lehet, hogy kevesebb. De ez itt, ahol én vagyok, most ide még most húznak fel jelenleg házakat. Láttam ilyen új építkezés, hegyre építik fel az új építésőket. Elég jól néznek ki. Ilyen parkosított. Hát van itt élet. Szerencsére itt nincsenek ilyen feka gecik, bazd meg ilyen hányinger kicsemporterek, meg ilyen paraszt magyarok. A more, ha elmostan a tányét. Ha megyünk haza, azt legegények veszünk, kap, a legények. Ide nem minden magyar jut el, mert nincs rá. Zsé! Nem az, mintha sokba kerülne, mert olcsó, azt mondanám, hogy számomra olcsó. De van, aki sajnálna 78 fontot, ugye annyi a szállás, meg mit jönne, várja csak, 30 fontba került a vonat így oda-vissza, London és Weymouth, aztán ebben 32 font volt a buszjegy ide, egy egész napos buszjegy, aztán mi volt még, van egy 30, másik 30 fontba került a holnapi vonatjegy ugye a kastélyokhoz, Weymouth Tisbury, Tisbury Sherborne. De megéri ezt. Szóval ez a pénz, amit én most kifizettem, ez a 150 font erre a két napra, ez kamatozik, szóval
ez a tudás már az enyém, ezt át tudom mesélni. Rögzíteni tudom, mivel van ilyen fantasztikus kis szerkentyűm, amit úgy hívnak, hogy mobiltelefon, amivel nagyon jó lehet videókat fölvenni, fényképeket csinálni. Oda kéne lemenni valahogy. Lehet aztán, hogy ez a világító toronyos dolog, ez nem lesz annyira jó, mint hogy én azt képzelem, de majd kiderül. Lovagolni viszont kéne, viszont nem hoztam csekkfüzetet, mert akkor tudtam volna lovagolni egy picit. Lóval, lóháton visszamennék a szállodába. Hello! Van valami bánya. Bányaszerű valami. Vagy nem tudom mi az. Kőfejtő. Ó, pici paci. Hogy az Pony Low. Van Pony Low. Pony Low. Nem lehet bemenni. De a póni már kiszúrt magának. Kis póni. Meg lovácska. Ott mennek a lovak. Aha, itt lehet lemenni a lóhoz. Megcsekkoljuk a lovat. Hát, ha ide gyűl. Hát jön is, nem is kell, látja, ember jön ismerkedni. Itt jönnek. Szasz! Hello, mate! What's up? Hey! Nem engedlek ki. Meg gondolom, le kéne menni azt a szart is. Hát, szia! Nézem, még pólit nem simogattam. Hello! Itt simizem a pónit. Ilyen jó kis szörbéje van neki. What's up? Hello! Na, végig simogattuk a lovat. És megszimatolja a kezemet. Oh, van ott víz is. What's up? Mizu! Kukkerolsz itt, ha? Mi újság? Everything's okay? Hello. Nem vesszük le azt a bigyót rólad. Na, kilovasztuk magunkat. Menjünk tovább. Angliai lovak. Megvoltak. Kihúzzuk a listáról. Lósimogatás. Megvolt. This ride is open to the public on first Sunday and bank holidays. De nincs nyitva, de semmi baj. Májustól, akkor no problemo. És kocsik mennek, ahogy hova. Gondolom az is valami camping lesz.
sok itt a ló, de hol a gazdájuk? Na majd jelentkezem később.